Már csak 4 forduló van hátra a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszából. A 6. helytől lefelé hatalmas a tülekedés a tabellán, 6 csapat küzd a már biztos felsőházat jelentő 6. pozíció megszerzéséért. A nyíregyházi együttes legutóbb Körmenden egy közvetlen rivális otthonában próbálta megszerezni első idegenbeli győzelmét, de csak 35 percig tudta tartani a lépést a házigazdával, így végül Mohácsiék vereséggel távoztak a Vasi városból. Nagyon felemás szezon ezt, hogy itthon a meccsünk nagy részét megnyerjük, míg ilyenbe folyamatosan kikapunk. Nagyon elkeseredett vagyok emiatt, hogy nem sikerült, ez gondolom most már lelki háttere is van ennek az egésznek, hogy nem sikerült behúznunk ezt a győzelmet. Nem gondolom, hogy erősebb csapat lenne nálunk a Körmendig, az náluk nagyon dominál a hazai pálya, a közönség ereje, illetve persze náluk a légiósok még extra napot fogtak ki, nálunk több volt az átlagos, illetve átlag alatti teljesítmény, illetve azt gondolom, hogy a végén egy olyan 5 perces rövid zárlat okozta a vesztünket, ami miatt mínusz 4-ből hirtelen mínusz 15 pont lett a hátrányunk, és az utolsó egy percben taktikai fegyelmezetlenségeknek is köszönhetjük talán, hogy egymás elleniben rosszabbak vagyunk így a Körmennél. Szombaton egy élcsapat érkezik a Bújtisiba, a 13-5-ös mutatóval jelenleg második helyen álló Paks ellen kezdi 3 meccses hazai sorozatát az NKK. A nyíregyháziak a legutóbbi 6 hazai meccsüket megnyerték, és természetesen szeretnék folytatni a sorozatot. Megvertük már az akkor második Kaposvárt, illetve az akkor negyedik Sopront itthon. Nem gondolom egyébként, hogy bármelyik csapat is erősebb lenne játékos keretben, mint a Paks. Ugye ez egy nagy tradíciókkal rendelkező klub. Azt gondolom, hogy remek külföldiek alkotják a keretüket, de náluk is vannak sérültek, illetve a légiós csere is történt náluk, ugye azt gondolom, hogy nem teljesen egységes csapat a Paks. Ugye azt gondolom, hogy nekünk hazai pályán egyébként is mindenki ellen a győzelem kell, hogy legyen a célunk, és nem tartom egyáltalán elképzelhetetlennek ezt a győzelmet. A házigazda helyzetét nehezíti, hogy többen is sérüléssel bajlódnak a csapatban. Sajnos Boldizsár Ferének egy combizom húzódása, egy elég erős combizom húzódása lett Körmenden. Biztosan nem fog tudni pályára lépni. Paják Laci bajlódik a vállával egy ideje, de arra már van némi esély, hogy játszon, szerintem pályára is fog lépni, illetve nekem is egy 3 hetes sérülésem a könyökömmel sajnos csak húzódik, mert nem tudtam vele pihenni. Úgyhogy hát ha összeszorított fog, akkor is mindenképpen pályára szeretnék lépni, és fogok is. Aztán nagyon remélem, hogy egy győzelem utána jövő héten ki tudom pihenni ezt a sérülést. A Malsóvagép NKK Paks mérkőzésen búcsúzik el hivatalosan a játékos Sitko Ernő, a klub korábbi 149-szeres válogatott játékosa. Ezért az U23-as csapatok meccse a megszokottnál 1 órával korábban, 14:30-kor kezdődik. 17:30-tól Sitko Ernő és korábbi társai lépnek pályára egy gálamérkőzésen, majd 18 órakor elkezdődik a bajnoki találkozó, amelyet vasárnap reggel 4:10-től és este 8 órától láthatnak a Kölcsei Televízió nézői.